7-én volt a biztonságosabb internet napja, amelynek kapcsán a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bejelentette, hogy egy oktatóközpontot hoznának létre a fiatalkorú média felhasználók védelmében. Köszöntöm a stúdióban Szalai Anna Máriát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak. Jó reggelt kívánok! De még mielőtt erre rátérnénk, tekintettel arra, hogy az Európai Parlamentben is kifejezett téma volt a magyar médiatörvény, és össze is szólalkozott Navracsics Tibor és az Európai Bizottság médiaügyekben illetékes alelnöke, aki azt várta a magyar kormánytól, hogy, illetve Navracsics Tibortól, hogy ott jelentse ki, hogy az Európai Tanács magyar médiatörvénnyel kapcsolatos ajánlásait majd egy az egyben átülteti a magyar jogba a magyar kormány. Egyetérte a kritikusokkal azzal kapcsolatban, hogy át kell írni a médiatörvényt annak érdekében, hogy itt a sajtószabadság jobban érvényesüljön ebben az országban? Hát alapvetően Magyarországon van sajtószabadság, ezt nehéz elvitatni. Igen, elszomorítanak ezek a viták, hiszen mindig abban erősítenek meg, hogy alapvetően nem ismerik a magyar szabályozást, de nem csak, hogy a magyar szabályozást nem ismerik, hanem az európai tagállamok többi szabályozását sem ismerik. Azok, akik ilyen formában vitatkoznak róla, én ezt politikai vitának tekintem, mihelyest konkrétan a szabályokról lehet beszélni, akkor kiderül, hogy a magyar szabályozás az megfelel az európai normáknak. Egyébként, ha hiányosságot találnak benne, természetesen a jogalkalmazó dolga, kötelessége, hogy ezt megváltoztassa, mi pedig fegyelmezett jogalkalmazóként végre fogjuk hajtani. De én tiszta szívvel mondhatom, hogy a magyar szabályozás az mindenben megfelel az európai normáknak. Ez egy politikai vita, és az a szomorú tapasztalatom, hogy azokat erősíti, akik az Európai Unióval kapcsolatban kételyeket fogalmaznak meg. A médiaszabályozás az a tagállamok hatásköre elsősorban, és nem is nagyon szokott beleavatkozni egyébként a bizottság. Vannak olyanok, amiben természetesen egyeztetések folynak, például, hogy az implementáció hogyan zajlott. Ez az egyeztetés jelenleg is folyik, és azt gondolom, hogy ha szükséges módosításokat kell tenni, azt meg fogja tenni a magyar jogalkotó. Ugye ezen a közmeghallgatáson ott volt Arató András, a Klubrádió elnöke, és ugye ettől is hangos a sajtó a Klubrádió ügyével. Legutóbb az Európai Rádiók Szövetsége írt egy levelet önnek, amiben felszólították a médiatanácsot, hogy vizsgálják felül a Klubrádió frekvenciájára kiírt pályázat eredményét, és azt is tudjuk, hogy most egyébként újabb 60 nappal ideiglenesen meghosszabbították a működését a Klubrádiónak az adott frekvencián. Mi lesz ennek az ügynek a vége? Azt tudom, hogy most bíróság előtt van ez az ügy, de hogyha valóban minden ilyen tiszta és világos a pályázat körül, akkor egyrészt miért kapták meg ezt a 60 napos hosszabbítást? Kettő, elképzelhetőnek tart egy olyan forgatókönyvet, hogy valamilyen módon mégis maradhat a Klubrádió helyén, vagy akár egy másik frekvencián? Ez a Klubrádió körüli európai vita szintén nagyon sajátos, hiszen ez is a tagállamok hatásköre, hogy hogyan hasznosítsák a frekvenciákat. Mi teljesen a magyar jogszabályok és az európai jogszabályok szerint járunk el e tekintetben. Én nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy az Európai Bizottság és annak mindenféle albizottsága annélkül mond véleményt a magyar pályáztatásról, hogy egyáltalán ismerni a háttérjogszabályokat, és olyan európai elvekre hivatkozik, amelyek nem is vonatkoznak a média szabályozásra. Nagyon döbbenetes az számomra, hogy miközben meghallgatják az egyik felet Európában a magát, az alapot, a szabályozást, nem ismerik, és nem hallgatják meg a másik felet. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság számos levelet írt a biztosasszonynak, az ő hozzátartozó albizottság vezetőjének. Felajánlottuk, hogy személyesen is részt veszünk mindenféle egyeztetésen, ez sajnálattal nem történt meg. Hogyha elolvasta volna a biztosasszony az általunk írt leveleket, és nem csak az egyik felet hallgatja meg, akkor nem mondhatott volna ilyeneket, ami tegnap elhangzott, mert sajnálatos, hogy hemzsegett a tévedésektől, amit tőle hallhattunk. Ez szerintem nagyon szomorú dolog, és én nem szeretném, hogyha az emberek azt hinnék, hogy az Európai Uniónál
áll ez a demokrácia felfogás, hogy csak az egyik felet hallgatják meg, a másik felet pedig nem. No, akkor térjünk át a biztonságosabb internetezésre. Ugye azt látjuk, és szerintem minden szülő tapasztalja saját házatáján, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek el a gyerekek internetezni. Hogy lehet őket megóvni, megvédeni a káros internet tartalmaktól? Igen, számunkra is készült számos elemzés tanulmány. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gyerekek hát egyre fiatalabb korban, most 9 éves az a kor, amikor elkezdik az internetezést. Azt feltételezzük, hogy ez 5 és 6 év körül fog a későbbiekben stabilizálódni. Én úgy érzem, hogy most is így van. Tehát az 5 éves gyerek. Igen, én átlagról beszélek, tehát persze nagyon sokan korábban elkezdik, de az átlag még nagyon a 9 év. A 9-16 éves fiataloknak a 60%-a napi szinten használja az internetet, és kétharmaduknak van saját profilja legalább egy közösségi oldalon. Nagyon sok gyerek maga is tapasztalta már, hogy az internet veszélyekkel jár, és nagyon kicsi az a része az ifjúságnak, aki tudja is, hogy milyen veszélyekkel járhat az internet használat. Mi nagyon elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy a veszélyekre fölhívjuk a figyelmeket, hogy segítsük a biztonságos internet használatot, ezért számos programot elindítottunk már eddig is. Kiadványokat, mindenféle kiadványokat készítünk, és igyekszünk terjeszteni, eljuttatni minél több helyre. De nyilván ilyen offline kiadványokkal sokra nem mennénk, ezért például tavaly szeptemberben elkezdtük működtetni a forró vonalunkat, az internet hotline vonalunkat, ahol a káros tartalmakat be lehet jelenteni, és mi közben járunk abban, hogy eltávolítsák ezeket a szolgáltatók. Uh-huh. Ugye ez úgy lehetséges, hogyha észlelnek ilyen káros tartalmat, és feltételezzük, hogy büntető törvénykönyv hatája alá tartozik, akkor már ez esetben a szolgáltató is felelős azért, hogy milyen tartalom van az oldaláért, mert szabály szerint nem felelős érte. De ebben az esetben már igen, és akkor mi megkérjük a szolgáltatót, hogy távolíts el, és ezt legtöbbször meg is teszi. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak, mióta mi üzemeltetjük ezt az oldalt, és közel 100 esetben sikerült már eltávolítatnunk bizonyos oldalakat. Mondok példákat erre. Igen, egyetlen egy percünk van, és nagyon szeretném, hogyha ki tudnánk tényleg erre az oktatóközpontra, jó, ami a fiatalkorúak média használatának a, hogy is védelmében született, vagy született, ez egy virtuális oktatóközpont szintén? Nem, tehát most, hogy mondottam, a hotline-nal elkezdtünk foglalkozni, aztán kötöttünk egy szerződést az ORFK-val és a Telenorral, hogy ők, a Telenor például már szűri a pedofil oldalait, és bízunk benne, hogy a további szolgáltatók is csatlakoznak hozzá. A következő állomás az oktatóközpontunk létrehozása. Többen kérdeztek engem, hogy ez most egy virtuális központ? Nem, ez egy valóságos központ. Létezik Hűvösvölgyben egy villa, amelyikben korábban egy tudományos intézet volt, most ezt a villát átalakítjuk, és ebben a valóságos épületben próbálják ki a gyerekek játékosan a digitális tér veszélyeit. Tehát gyakorlatilag ott lesznek, oda viszünk fiatalokat, évente körülbelül 10-20 ezer gyereket szeretnénk odavinni, és különféle helyszíneken, Web2 tér, mobiltelefonos tér, televízió, rádió, nyomtatott sajtó, és minden féle ilyen informatikai tereken, mint egy varázsló képzésen vesznek részt a gyerekek, és ott saját maguk tapasztalhatják meg, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Nem csak a valóságos életben léteznek veszélyek, hanem ugyanúgy a virtuális térben is. Köszönöm szépen, hogy ön viszont nem csak virtuálisan, hanem itt volt húsvéremberként, most a híradó következik.